Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Beszámolnék újra arról, hogy még mindig nagyon hideg van itt Mallorcán, és jelenleg a házban 8 fok van. De nem lehet itt fűteni rendesen, mert magasak a falak, nincs meg az a szigetelés, mint például Magyarországon vagy Németországban. De esténként kellemes, mert van egy kis tévés szobánk, ami fűthető, hiszen a szoba kicsi, és ott kellemes meleg van, esténként oda szoktunk visszahúzódni, filmet nézünk, vagy tévézünk. És remélem, ti jól vagytok, és melegebb van legalábbis a házban, vagy a lakásban, mint itt nálunk. És visszatérve a jóslásra. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt látható egy tolvaj. Lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit. Nem biztos, hogy itt mindig pénzről van szó. Gyakran valaki rabolja az idejét, vagy az energiáját. De lesz itt egy szerencsés fordulat, hiszen más irányba tekint. Lehet, hogy lezárja ezt a kapcsolatot, hiszen itt az utak jelentik a szerencsét számára. Persze, ez a tolvaj néha tud segíteni is, például, ha vannak nála negatív gondolatok, hogy ó, ebből úgysem lesz semmi, akkor a tolvaj tud segíteni, ezeket a negatív gondolatokat el tudja távolítani, és akkor itt látható az öröm, egy új irány, és változnak nála a dolgok, hiszen megváltozott a gondolata is. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt is látható a szerencse, sőt, egy levél. Lehet, hogy ő ír neked, és hisz abban, hogy lesz egy új út, egy szerencsés fordulat, amit itt tervez, vagy az is lehet, hogy ő kapott egy jó hírt, egy jó ajánlatot, egy előnyös szerződést, amit a képek még jelenthetnek, hogy ő boldog veled, és tervezi azt, hogy ír neked, keresi veled a kapcsolatot. És mit fog tenni? Itt is látható a szerencse, tehát megvan a remény arra, hogy legyen egy új irány, egy jó döntés, látható a szerencse, és itt kétszer megjelenik a levél. Tehát útban van hozzád, írni fog neked, keresi veled a kapcsolatot, és ígér valamit, egy új irányt. Lehet, hogy ő bizonyos kapcsolatokat lezárt, hiszen tudja azt, hogy valaki ellopott tőle valamit, kihasználták őt, ő lezárja ezeket az emlékeket, ezeket a dolgokat, ezeket a kapcsolatokat. Itt látható a szerencse és a remény, a szerencse újra megjelenik, útban van hozzád egy jó hír. És mi köt össze benneteket? Itt látható ez a lelkész, és esküszik valamire. Ugyanúgy, mint ahogy ő is esküdni fog valamire, és megbízhatsz a szavaiban. Itt látható ezen a képen a lelkész, és az jelentheti a hitet, jelentheti az isteni hatalmat, ezt a segítséget az égiektől. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!